chains must break. Anything that has been holding us, we let go of it today. We leave it behind us. For who the Son sets free has been is free indeed. Thank you.
Yeah.
Child of God. And we declare that we are highly favored by God. And the favor of God is resting upon us. And He
if you are with us, who can be against us? És hogyha te velünk vagy, ki lehet szemünk? Thank you, Jesus. Köszönjük neked. We ask you to be the center of our fellowship this morning. Köszönjük, hogy te vagy a központban. And guide us by the Holy Spirit. És a Szent Szellemet vezet bennünket. Let your will be done this morning. Legyen meg a te akaratod a mennyben. Not our will. Ne a mi akaratunk. In the name of Jesus. Jézus nevében. And we declare that we are set free through the blood of Jesus. És kijelentjük, hogy szabadok vagyunk a Jézus által. We are healed, restored. Meggyógyultunk, elvelettünk által. Because what Jesus did on the cross. Azért, amit Jézus itt kereszten tett. We are whole. Teljesek vagyunk. In the name of Jesus. Jézus nevében. Before you sit with someone next to you. Mielőtt leülnétek, üdvözöltek a másikat. Thank you for the worship team. Köszönjük a dicsőítéseket. We felt ourselves like being in heaven. Úgy éreztük magunkat, mint a mennyben. Good morning, church. Jó reggelt, gyülekezet. I said good morning, church. Good morning. You don't sound happy to be here. I said good morning, church. Good morning. Right now it is time for offering. Most itt az ideje annak, hogy elakozzunk az Úrnak. Hiszem azt, hogy te átalakítasz bennünk. Because the word of God is powerful and active. Azért, mert az Isten igéje élő és ható. And it's changing and transforming our mind, our heart. És át tudja változtatni a mi értelmünket, akaratunkat. In the name of Jesus. Jézus nevében. So let us open our Bible, Psalm 145. És pedig nézzük meg a Zsoltár 100. 145. 145, verse 8 and 9. 8 és 9-es verset. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all, he has compassion on all of he has made. Akkor 8-as vers. Irgalmas és könnyelmetes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmes. Jó az Úr mindenki iránt, és könnyelmetes minden teremtményéhez. Praise the Lord. Dicsőség az Úr. I'm so thankful for this kind of the gratitude of God. Én nagyon hálás vagyok Istennek a nagyságáért. God is full with compassion and with mercy. Isten teli van irgalommal és könyörgettel. Praise the Lord. Dicsőség. This is why we still alive this morning. Ezért élünk ma. That means that God does not give us what we deserve. Ez azt jelenti, hogy Isten nem azt adja nekünk, amit mi igazából megérdemlünk. He give us what we don't deserve. Olyan dolgot ad, amit nem érdemlünk meg. We have the favor of God upon our life. Sok van Istennek a jó kedve rajtunk. And we are highly favored. Tehát Isten nagyon kedvel bennünket. It's so wonderful to know that our God is full of grace. Milyen jó, hogy Isten tele van irgalommal. This is why God is keeping us every day. Ezért tart meg Isten nap, mint nap. I read so many scripture about life of David I like so much. Olyan sokat olvastam Dávid életéről, nagyon szeretem. And there was a story when David became a king. Tehát ott van egy történet, amikor Dávid király. And he tried to count how many people he has. És megpróbálja megszámlálni, hogy mennyi embere van. Because he wanted to know how big army and how big people, how many people are following him. Mert azt akarta tudni, milyen a király ő, mennyien követi. But God didn't like this idea. Istennek nem tetszett ez. Because God wants us that we may trust in him. Mert Isten azt akar, hogy ő benne bízzunk. Not because how many people are following us. Nem azért, hogy mennyien követtek bennünket. But because he is with us always. Mert ő mindig velünk van. And the prophet came to David. Jött a proféta Dávidhoz. And he said to David, God is not pleased what you did. And this was sinful before God. És azt mondta a proféta Dávidnak, hogy Istennek nem tetszik, amit tettél. And you have few options you can choose. És van három dolog, ami közül választhatsz. You can fall into the hand of the enemy.
az ellenség kezébe kerülhetsz. Or maybe the or other things, maybe some people will die in your families. Vagy pedig a családokból meghalhat valaki. And let us read how David respond to the prophet. Hogyan válaszolt Dávid a profétának? Just one verse I would like to read from 2 Samuel 24 verse 14. 2 Samuelből a 24-14-es verset szeretném felolvasni. 2 Samuel 24:14. David said to God, I am deeply distressed. Let us fall into the hand of the Lord, for his mercy is great. But do not let me fall into the human hands. És mondta Dávidnak, felette igen szolgáltatom, de mégis hadd essünk inkább az ő kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essen ember kezébe. Praise the Lord. Dicsőséged. Even when we are doing wrong things, még hogyha teszünk is rossz dolgokat, it's better to fall into the hand of God. Sokkal jobb Isten kezébe esni, than to fall into the hands of the enemy. Mint az ellenségnek a kezébe. And we know in the family of David, so many people they died. Tudjuk, hogy Dávid kezébe, az ellenség kezébe nagyon sokan meghaltak. And he did so many mistakes. Nagyon sok hibát elkövettek. But he had very good relationship with God. De Dávidnak jó volt a hozzáállása Istennel. And David said, "Let us fall into the hand of God." És azt mondta, hogy inkább az Isten kezébe essen. Because his mercy is so great. Mert az ő kegyelme nagy. Praise be to God. Dicsőség az Úrnak. That his mercy is still even alive today. Azért, mert ebben élet van. We know that we are not perfect people. Mi tudjuk, hogy mi nem vagyunk tökéletesek. And we mess up so many times. Sokszor sok bűnt követünk el. God sees me and everything that I do, he sees me. És Isten mindent lát, amit cselekszünk. But he sees us through the lens of the cross. De mindent a keresztnek az árnyékába lát. And we should be thankful to God for his mercy and for his grace. És hálásak lehetünk az ő kegyelméért, irgalmáért. Amen. Because he knows everything about us, he sees everything. Mert mindent tud és lát mindent. Because one of the name of God is El Roi. Az egyik neve Istennek, hogy El Roi. That means God who sees me. Az jelent, hogy Isten, aki lát engem. The reason that he sees us, that he wanna be part of our life in every situation. Mert Isten ott van az életünk minden részletében, és lát bennünket. Just we have to cry out to him. Csak egyszerűen kiáltani kell hozzá. Like the blind Bartimaeus. You know the story of Bartimaeus, who was blind man? And he said he started crying out. He didn't see anything. He was a blind man. Nem látott semmit, de mégis kiáltott Isten után. He said, "Son of David, have mercy on me." Dávid fia, könyörülj meg rajtam. Son of David. Dávid fia. He had realized that Jesus Christ is the Messiah. Felismerte, hogy Jézus a Messiás. Even he didn't see his with his natural eye. Még akkor sem, amikor az ő saját szemével ezt nem látotta. And the people they said, "Be quiet." És az emberek azt mondták, hogy csendben legyen. But he didn't stop crying out. De nem maradt csendben. Because this is how we should respond. This should be how we should move in our life. Mert nekünk így kell válaszolnunk. God loves this kind of the people. Isten szeret az ilyen embereket. To those people, they don't pay attention what human beings or other people think about us. De azok az emberek, akik nem veszik észre, hogy mit csinálunk. We shouldn't please human people, we should please only God. Nekünk nem embereknek kell tetszeni, hanem Istennek. And this blind man, he didn't stop crying out. És az vakember tovább kiáltott. He said, "Son of David, have mercy on me." Dávid fia, könyörülj meg rajtunk. And Jesus said, "Bring these people to me." Jézus azt mondta, hozzátok ezt az embert hozzám. And Jesus asked the blind man, "What do you want from me?" És azt kérdezte tőle, mit akarsz tőlem? And he responded, I want my to get back my eye to see." És azt válaszolta, hogy vissza akarom nyerni a látásomat. And Jesus said, "Your faith has kept you." És azt mondta Jézus, hogy a te hited megtartott. It
so wonderful. We have to work together with God. Olyan jó, hogy Istennel együtt dolgozhatunk. His mercy, His grace is always available for us. Mert az ő kegyelme, az ő irgalma mindig ott van. And we can come anytime to the throne of grace. És bármikor jöhetünk a kegyelem királyi székéhez. But we have to approach God by faith. De hittel kell Istent elérni. That we believe, I believe. Úgyhogy hit, én hiszem. That He is. Mert ő létezik valami. And He will reward those people they seek Him earnestly. Mert ő megjutalmazza mindazokat, akik szorgalmasan keresik őt. God wants to reward us this morning. S Isten mindnyájunkat meg akar áldani. Just He wants us that we may approach Him with confidence. Isten azt akarja, hogy bizalommal menjünk with hozzá. Faith. Hittel. Like this blind Bartimaeus. Ugyanúgy, mint ez a vak Bartimaeus. God, I am here, I'm crying to you. Istenem, itt vagyok, hozzád kiáltok. I can't change my circumstance. Nem tudom megváltoztatni a körülményeket. I am so weak. Annyira gyenge vagyok. But you are able. De te képes vagy. For God all things are possible. Mert Istennél minden lehetséges. Amen. God loves this kind of the people. Isten szereti az ilyen embereket. Who are approaching Him by faith and by confidence. Tehát hittel és bizalommal kell ő hozzájárulni. Be courage this morning. Légy bátor. Receive power in the name of Jesus. Kapjál erőt a Jézus nevében. Let's see what we read in the beginning in the Psalm 145. Most pedig nézzük meg, hogy itt olvastunk a Zsoltárok könyvéből a 145. We read that our Lord is gracious. Azt olvastuk, hogy az Úr könyörületes. This means that this is the defined, the unmerited favor of God. Ez azt jelenti, hogy meg nem érdemelt kegyelem. His grace is full of blessing that we don't deserve. Teli van olyan áldásokkal, amit nem érdemünk meg. So you should never say that I don't deserve the love of God. Te sosem mondd, hogy nem érdemlem meg Isten szeretetét. I am so sinful person. I don't deserve. Olyan bűnös vagyok, nem érdemlem meg. You don't receive the gift of God because you deserve. Tehát nem megérdemelünk. You receive the gift of God because what Jesus did on the cross. Hanem azért kapjuk meg, mert amit Jézus tett. The grace of God is a free gift from Him. Mert Istennek az kegyelme az ajándék, mégpedig ingyenes. The Lord is full with compassion. Isten teli van irgalommal. Compassion defines the sympathy, the pity, the concern for the suffering of others. És ez az irgalom mások felé kimutatja a szánalmat. If you are in the midst of difficulty circumstance, hogyha te valamilyen nehézség közepette vagy, you should trust God that He will show you compassion. Akkor bíznod kell abba, hogy Isten megmutatja az ő irgalmát. Amen. And we should learn that our God is slow to anger also. És meg kell tanulnunk azt, hogy Isten lassú a haragra. And also we should practice these things. És gyakorolnunk kell ezt. Because we will face people who are offending us or they are bitter against us. És akik ellenünk fordulnak. That we should practice the attribute of God, that He is slow to anger. Ne legyünk mi is hangosak, ugyanúgy, mint Isten sem az. We should be patient with other people. Legyünk türelmesek másokkal szemben. We should also practice compassion to other people. Nekünk is irgalmat kell kinyilvántani mások felé. Not because they deserve, but because God is dwelling in our heart. Nem azért, mert megérdemlik, hanem azért, hogy Isten lakik. Our God is slow to anger. És Isten lassú. He didn't want to punish us immediately when we fall in sin. És ő nem akar bennünket megbüntetni. But He is waiting patiently. De ő vár türelmesen. That you recognize. Hogy te felismered. You have to realize. Hogy benne megvagy. I may have to confess. Megvalld. That I am not worthy to enter into the presence of God. Nem vagyunk méltóak arra, hogy Isten jelenlétében. Only by the grace of God we can be. Csak az Isten jelenlétében lehetünk ott. The Lord is full of mercy. Isten teli van kegyelemmel. As the grace is unmerited favor of God. Ahogy mondtuk, hogy az irgalom az meg nem értelt kegyelem. Mercy is not giving us what we deserve. És nem az, amit mi megérdemünk. Amen.
we have to extend our the mercy and grace to someone. Nekünk mások felé ki kell nyújtanunk ezeket az irgalmakat. That someone that may have offended you or did something wrong against you. Hogy mások ne bántsanak bennünket. Have you ever practiced to have mercy on other people? De neked is volt már olyan, amikor te könyörületes voltál másra szemben. We have to practice, we have to forgive others. Nekünk is meg kell bocsátani. Because if we are able to forgive others, mert hogyha ezt meg tudjuk tenni, we can be child, we can be the sons of God. Akkor vagyunk Isten gyermekei. Amen. Book of John 1:16 says, János 1:16 azt mondja, from his fullness we have received grace upon grace. És az ő teljességbe vettünk mindnyájunk kegyelmet is. Kegyelmet. For the law was given through Moses, but the grace came through Jesus Christ. Mert a törvény Mózes által adott, a kegyelem pedig az igazság Jézus Krisztus által lett. Amen. If you want to learn about compassion and grace, hogyha te akarsz tanulni a könyörületet és irgalmat, you have to study the life of Jesus. Akkor tanulmányoz Jézus életét. The people, they were shocked when they were crucified Jesus on the cross. És az emberek megrökönyödtek, amikor látták Jézust ott a kereszten. When Jesus was hanging on the cross and he was filled with pain and the his blood was shed. És amikor teli volt fájdalommal ott a kereszten és folyt a vére. What Jesus said to the people, mit to his enemies, az ellenségére. He started praying for them. Elkezdett imádkozni. Heavenly Father, forgive them. Mennyi elken, bocsáss meg. Because they don't know what they are doing. Mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. This is compassion and grace. Ez az irgalom és a kegyelem. What do you have in your heart? Mi van a te szívedben? We have to examine our heart. Vizsgáljuk meg a mi szívünket. Our heart is full with anger or is full with compassion? Haraggal vagyunk tele, vagy pedig ezzel az irgalommal? Are we filled with the love of God? Isten szeretetével? Or with other things that doesn't please in God? Vagy pedig olyan dolgokkal, ami nem tetszik Istennek? We have to ask God that he may fill our heart with grace. Be kell töltekeznünk Isten szellemével. Lamentation chapter 3 verse 22. A Jeremiás irgalmai 3-ból olvasok. Lamentation 3:22. The steadfast love of our Lord never cease. His mercy never come to the end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen vége, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmasága. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. These are so powerful scriptures. Ezek olyan erőteljes ígéretek. We have to hide them in our heart. Hogy rejtsük el a szívünkbe ezeket. The steadfast of love will never cease. Az Isten irgalma nem csökken. And his mercy will never come to the end. És nincs nem lesz vége az ő kegyelmének. Hallelujah. We have reason to rejoice this morning, church. Örvendezünk el emiatt. But that because his mercy are new every morning. Mert az ő kegyelme minden nap új. And his faithfulness is so great. És az ő hűsége olyan hatalmas. Hallelujah. With this confidence, we have to approach ezzel a bizonyossággal kell Istenhez fordulnunk. I read some other scripture, Psalm 23 verse 6. Másik ige a Zsoltárokból. Probably all of some of you know by your heart. Can someone read it out loud, this scripture? Tudjátok hangosan olvasni? As a confession. Mint egy megvallás. Come on, someone please. Not everybody, just. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem, életem minden napján, s az Úr házában lakom hosszú ideig. So do you have any reason to be afraid? Kell, hogy féljünk? No, because surely his goodness and mercy will follow us. Nem, mert itt azt mondja az ige, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet
Not just sometimes, but every day. All days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. This must be our desire. I want to dwell in the house of God. I want to dwell in His presence. Amen. Let's go. I would like to read another story from Luke chapter 7. This is a story about a Pharisee that invited Jesus for a dinner. I read from verse 36, Luke 7:36. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee house and reclined to the table at the table. A woman in the town who lived as a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him, his feet, he started weeping. She began to weep with his feet and tears. Then wiped them with their hair, kissed them, and poured the perfume on them. When the Pharisee who invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of a woman she is, that she is a sinner. And Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Two people owed money to certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had money to pay him back. So he forgave the debt of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water to my feet, but she wept my feet in tears and wiped them with their hair. You did not kiss me, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she had poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. Then Jesus said to her, Your sins are forgiven. Amen. 36. verstől olvasom. Kérjük pedig őt egy farizeusok közül, hogy ővel legyék, annak okán én bevenvén a farizeus házába leült enni. És íme városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozzá egy alabástrom szerencse drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdve öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ez látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez a proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani való neked? És azt mondta, Mester, mondja, egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nél. És mikor nem volt nekik időm megadni, mind a kettőnek elengedélyezt. E kettő közül azért mondd meg, melyiket szereti őt jobban. Azt pedig felelvén mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, és Jézus mondta néki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak, látod ezt az asszony, bejövök a te házadba, az én lábaimnak fizetnem adám, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg, engem pedig nem csókolám, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet megkente,
te nem kented meg, ez pedig drága kenettel keném meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, neki sok bűne bocsánatot meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsánatodik meg, kevésbé szeret. Amen. Thank you very much. Praise be to God. Legyen hála az Úrnak. We see in this story that two persons met Jesus Christ. Látjuk itt, hogy két ember találkozott Jézus Krisztus. One person was a Pharisee who invited Jesus for a dinner. Az egyik a farizeus volt, aki meghívta Jézust. And there was another woman who was a sinful lady. És aztán volt egy bűnös asszony. But only one person's life has been changed in this story. De csak az egyik embernek az élete változott meg ebben a történetben. Doesn't matter, this Pharisee, he had a very close relationship with Jesus, was sitting next to him. Lehet, hogy ez a farizeus nagyon közel ülött Jézushoz, közel volt hozzá. But nothing has been changed in his life. De az életében semmi változás nem mutatott. This woman, the scripture says about this woman, a woman in the town who lived is a sinful life. She had a sinful life. Azt mondja az ige, hogy egy bűnös asszony volt. But she came with an alabaster jar of perfume to Jesus. De úgy jött, hogy hozított egy szerence, egy alabaster szerencét drága kenettel. I don't know if you know in the past, as the if you want to approach a king, you had to bring something, some gift with you. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de hogyha a király elébe megy valaki, akkor mindig ajándékot szoktak vinni. The people, they didn't enter in the front of the king without empty hands and telling them, yes, I am here, king. Senki nem megy úgy a királyhoz, hogy nem visz semmit, és csak annyit mond, itt vagyok. But they have to have a high respect to that person, give respect to the person. Ha valakit igazából tisztelsz, akkor viszel ajándékot. Amen. And our highest king is, we know that he is Jesus Christ. És a mi legfelső királyunk, Jézus Krisztus. And this sinful woman, she didn't try to hide herself that I am a sinful person. Ez a bűnös asszony nem tagadta meg azt, hogy ő bűnös. She didn't care about the Pharisee what she is thinking about him. Nem foglalkozott azzal, hogy a farizeusok mit gondoltak őről. Her only focus was Jesus Christ. Az ő fókusza csak Jézus volt. She put her focus on Jesus. Hanem Jézusra tette az ő fókuszát. That she want to come front of Jesus. Oda akart jönni Jézus elé. And she want to pour out her heart to her, to him. És ki akarta önted az ő szívét Jézusnak. This is our job when we approach God. Ez a mi feladatunk, hogyha Jézushoz megyünk. We have to lay down everything what we have inside of us. Minden, ami bennünk van, le kell tenni elé. We didn't have to keep inside of our heart. If we have any pain or anger or joy. Nem kell semmit se takargatnunk a félelmeinket, bánatainkat, örömeinket. We can be always honest before God. Hanem lehetünk őszinték Istennek. Because I said before, he sees everything. Ahogy mondtam már, mindent ő lát. And this woman, she had bought a very expensive alabaster jar. És ez az asszony vett egy nagyon értékes, drága alabaster szerencét. And she stood behind of the feet of Jesus. És ott állt Jézus mögött. She didn't want to look onto the eyes of Jesus. Még nem is akart Jézus szemébe nézni. Because she knew in her heart, I am not worthy to stay in the front of Jesus. Mert tudta, hogy nem méltó ahhoz, hogy Jézus elébe menjen. She was only humbling herself. Megalázta önmagát. But this Pharisee, in this story, you didn't see that he was humbling himself. A farizeustól nem látjuk ezt az alázatot. But he was a proud man. Hanem egy nagyon büszke. And what's happening with the proud people? És milyenek a büszkék? The word of God is telling us that God resists the proud people. Isten igéje azt mondja, hogy Isten gyűlöli a büszkék. But also God give grace to the humble. De ő azt akarja, hogy mi megalázzuk önmagunkat. Praise be to God. Dicsőség legyen az Úr. Because when this Pharisee saw what this woman was doing to Jesus. És amikor ez a farizeus látta, hogy ez asszony mit csinál Jézussal. The Pharisee, he had the thought in his mind. Az volt az ő gondolataiban. If Jesus Christ would be a prophet, hogyha Jézus Krisztus proféta lenne, he would know that this woman is a sinful person. Akkor tudná, hogy ez az asszony egy bűnös. And what
with a sinful person. Mi dolga lenne egy bűnös asszonya. But we know that Jesus Christ, he came for sinners. De mi tudjuk, hogy Jézus a bűnösökért. Jesus came for the lost people. Azért jött, akik elvesztek. Not for the proud people. Nem a büszkékért. This man, Pharisee, was so proud in his heart. És ez az ember, ez a farizeus annyira büszke volt az ő szívében. He didn't realize that the Son of God is standing next to him. Nem vette észre, hogy az Istennek a fia ül belette. The Son of God who created the whole universe. Azaz a valaki, aki az egész világot teremtette. Who is full with mercy. Aki tele van irgalommal. Because God is searching for a people to, he wants to show his mercy to us. Mert Isten keres az embereket, akiknek a irgalmát be tudná mutatni. But we have to humble ourselves. De meg kell aláznunk. We have to humble ourselves in our heart. Mi szívünkbe meg kell. And we have to come with faith and confidence. Hittel oda kell menni Jézushoz. That we have to approach the throne of grace. El kell érnünk az Isten királyi székét. That we may receive grace in the time of need. És a megfelelő időben keresztelni. And Jesus also taught to this Pharisee a parable. És Jézus ugyanezt mondta még egy példát is. That someone he had owned 500 denarii. Hogy van egy ember, aki tartozott 500 dénárban. The other one only 50. A másik csak 50-nel. And none of them, they don't have money to pay back. És egyiknek sem volt annyi pénz, hogy visszafizessen. So he forget the debt of both of them. És így azt mondta, jó, akkor felejtsük el ezt a tartozást. And Jesus asked, which of them will love him more? És Jézus megkérdezte, hogy melyiket szeret, melyik szereti Jézust jobban. And Jesus Simon replied, I suppose the one who had a bigger debt. És Simon azt mondta, hogy azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. How many sins Jesus has been forgiven to us? Mennyi bűnt megbocsátott. How much we own God. Mennyivel tartozom mi neki. We own him so much. We did so many bad things. Olyan sok rossz dolgot tettünk. So we should never forget that God has been forgiven to us by His grace. És ne felejtsük el soha, hogy Isten mit tett ért. You should be always thankful to God. Mindig legyél hálás Istennek. And you should always practice His grace and mercy to other people also. És nekünk is ezt kell gyakorolnunk, hogy irgalmasak legyünk másokhoz. We always have to give the best to our God. Mert mindig a legjobbat kell adni Istennek. This sinful woman, she came with the best perfume. Mert ez az az, hogy a legjobb parfummel jött. To wash Jesus' feet. Hogy megmosi Jézusnak a lábát. And she has humbled herself before Jesus. Megalázta magát Jézus előtt. And also Jesus said to this Pharisee. És azt mondta Jézus ennek a farizeusnak. You didn't give me any water for my feet. Nem adtál vizet a lábamra. Because those times in the people they were wearing sandals on their feet, they were so dirty. Abban az időben az emberek szandált voltak, és nagyon piszkosak voltak a lábaik. And they usually they wash each other feet. És az volt a szokás, hogy megmossák egymást lábaik. But this man didn't want to do this to Jesus. De ez az ember nem akarta ezt megtenni Jézusnak. And also Jesus said, you didn't kiss me, as this woman from the time I entered, he has not stopped kissing my feet. Jézus azt mondja, hogy te meg nem csókoltál engem, ez az asszony, mióta itt vagyok, csókolgatta az én lábaimat. Probably this Pharisee, he didn't understand what this woman she had in her heart. Valószínű, hogy ez a farizeus nem értette meg, hogy mit is tett ez az asszony. Those people, they can't understand when someone is laying down and humbling himself before God. Azok, akik nem értik meg, hogy a másik mit tesz. When we start worshiping in God and lifting our hand dicsérjük az Urat és felemeljük a mi kezünket. And we are full with joy and we are rejoicing. És tele vagyunk örömmel. Other people, they look on us they think that this is too much. És mások lehet, hogy rám néznek és azt mondják, ez nekem túl sok. These people are so crazy for God. Istenért ilyen őrültek. Yes, we are crazy for God because we know how much He loved us. Igen, őrültek vagyunk Jézusért. Because we know how many sin has been forgiven in my life. Mennyi bűnt bocsátott meg a mi életünkben. Amen.
And we are so thankful. És ezért vagyunk hálások. And also Jesus said, you didn't put oil on my head. És Jézus azt mondja, te nem tetted, nem kented meg a fejemet olajjal. I tell you, her many sin has been forgiven. És azt mondom neked, hogy az ő bűnei megbocsátottak. As her great love has shown. Mert ő megmutatta az igazi nagy szeretetet. But whoever has been forgiven a little loves little. Mert akinek kevés bocsátatott meg, az kevésbé szeret. How much do you love God? Mennyire szeretette Istent? Do you love him that you are willing to give everything to him this morning? Odaadod az egész életedet a mai napon neki? Are you willing to pour out your whole heart before him? Akarod a te teljes szívedet neki adni? Don't keep anything back from him. Semmit sem tarts vissza tőle. But give to him everything. Mindent adjon a neki. Praise the Lord. Dicsőség legyen neki. I would like to read one more scripture. Még egy igét szeretnék felolvasni. From 2 Samuel chapter 9. 2 Sámuel 9-ből. This is also about David. Ez is Dávid királyról szól. If you have time, I require you should read at home the book of 1 Samuel and 2 Samuel. És hogyha van időd, akkor olvasd el az 1 és a 2 Sámuelt. And you can learn so much about the grace of God. És olyan sok mindent megtanulhatsz Isten kegyelméből. 2 Samuel chapter 9 verse 1. Tehát, ahogy mondtam az igét. David asked, is there anyone still left on the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Van-e még valaki Saul háza népéből, akinek tehetnék valami szívességet? Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They summoned him appear before David. And King said to him, are you Ziba? Are you at the service? He replied. Valamelyik Saul házából egy szolga, akinek neve Ziba, aki Dávidhoz szóltának, és mondaná neki a király. Te vagy is Ziba, felele én vagyok a te szolgád. The king asked, is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God kindness? Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan. He is left in the boat feed. Akkor mondd a király, maga-e még valaki a Sául házanépe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát, feleles Ziba királynak. Van még Jonatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. Where he is, the king asked, Ziba answered, he is at the house of Machir, son of Emil, in the Lower Debar. So the king David had him brought from Labored from the house of Machir, son of Amiel, when Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay his honor. David said to Mephibosheth, are you a service? He replied, don't be afraid, David said to him, I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Amen. Akkor elküldte Dávid király és elhozotta őt a Máchírnak, az Amiel fiának házából, Lódebárból. És mikor megérkezett Dávid, hogy Mephibosheth, Jonatánnak a Saul fiának fia, arccal lebogula és tisztességet tűnik. És mondd a Dávid, Mephibosheth, kifelele, imhol a te szolgád. Mondd a néki Dávid, ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled, Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom néked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Akkor meghajtál magát Mephibosheth, és mondta, micsoda a te szolgád, hogy volt ebbre, reál tekintettél, minél én vagyok. Praise the Lord. Dicsőség az Úrnak. I don't have you ever read this story. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a történetet. This is about that David, he had a very good relationship with Jonathan. They were so good friends. Tehát Dávid nagyon jó barátságban volt Jonatánnal.
And Jonathan, he died and he had left one son. És meghalt Jonathan, és itt volt a fia. And David was asking, is there anyone still left from the house of Saul to whom I can show kindness? És itt Dávid megkérdezi azt, hogy van-e maradt-e még Saulnak fia, vagy akinek irgalmasságot mutathatnak. So David, he had a desire in his heart that I want to show the grace of God, the kindness of God to someone. Dávidnak ott volt a szívében a kívánság, hogy irgalmasságot mutasson. And there was a Mephibosheth, the son of Jonathan. És ott volt Jonathannak a fia, Mephibosheth. And David said to him, "Don't be afraid." És azt mondta neki Dávid, ne félj. And this Mephibosheth, he was a lame man, he couldn't walk. Nem tudott járni ez a Mephibosheth. So he didn't have a chance to work and provide for his family. Tehát nem tudott volna dolgozni, gondoskodni a családjáról. And David said to him, "Don't be afraid." De Dávid azt mondta neki, ne félj. I will surely show you kindness. Én irgalmat gyakorlok majd fölött. For the sake of your father Jonathan. A Jonathan, te édesapád miatt. I will restore to you all the land that belongs to your grandfather Saul. És visszaadom azokat a föld területeket, ami az atyád, a nagypapádé volt. And you will always eat at my table. És mindig az asztalánál ülsz. You will be the like the son of the king. Olyan leszel, mint a királynak a fia. Praise the Lord. Dicsőség legyen az Úr. We can see the heart of David. Legyen nekünk is olyan szívünk. We know that Dávidnak. He did so many mistakes in his life. Dávid nagyon sok hibát elkövetett. But his heart was always filled with grace and mercy. De a szíve mindig teli volt kegyelemmel és irgalommal. And he wanted to show kindness, mercy to other people. És másokhoz be akarta mutatni az ő, hogy milyen kegyelmes ő irgalmas. Can you imagine how Mephibosheth was feeling about after receiving this grace from David? El tudjátok képzelni, hogy milyen hálás lehetett Mephibosheth azután, hogy ezt mondta neki Dávid. He had always chance to be close to the king. Mindig közel lehetett a királyhoz. Amen. God is calling us also this morning. Isten bennünket hív. That we may receive mercy and grace. Hogy mi is találjunk kegyelmet és irgalmat. Let us church stand up. Most pedig gyülekezetnek kérlek benneteket, hogy álljatok fel. Heavenly Father, we are so thankful for your word. Mennyi atyán, nagyon hálásak vagyunk a te ígédért. That your word is powerful and alive. Mert a te ígéd tele van erővel. Help us that we may be also merciful with other people. És adjad, hogy mi is irgalmasok lehessünk másokhoz. Because you are slow to anger, Jesus. Mert te lassú vagy a haragra. And you didn't want to punish people, Heavenly Father. És nem akarsz megbüntetni. And your desire that the sinful people, they may come to know you. És az a te kívánságot, hogy te segíts az embereknek. They may receive grace. Hogy lássanak kegyelmet. Thank you, Heavenly Father, that your heart is filled with grace and mercy. Köszönjük, mennyiatyánk, hogy te szíved teli van irgalommal és kegyelemmel. Help us that we may be like this sinful woman. Legyünk mi is olyanok, mint ez az egyszer volt. That we may approach you with a humble heart. Hogy megalázott szívvel, alázatos. We may bring sweet perfume as we worship you and as we give you thanks. És mi is vigyünk ilyen alabásnunk szerencét oda az Úrnak háladásban. We may bring sweet sacrifice from the bottom of our heart. A mi szívünk mélyén vigyünk ilyen édes dolgokat az Úrnak. We love you, Jesus. Szeretünk Úrnak. Because you have forgiven us so much. Mert megbocsátottál nekünk. We didn't deserve your forgiveness. Nem érdemeljük meg azt, hogy megbocsátottál. It's only by the grace of God. Mert ez az Istennek a kegyelme. We never want to forgive. Mi nem akarjuk, hogy megbocsátottál. How many times you have forgiven us? Mert olyan sokszor megbocsátottál nekünk. Your mercy, your grace is never ending. Mert a te irgalmad, a te kegyelmed sohasem volt. We want to be like David, who was searching for someone. És mi is akarunk olyan tenni, mint Dávid, aki kereste, hogy irgalmas. He was searching that he may show the grace, the kindness of God to someone. Hogy megmutassa az irgalmat az emberek felé.
We have to be like Him, that we may lift up other broken people. Hogy más elesett emberen kell felemelni. Those people they need, they are hungry for grace. Olyanokat, akiknek szükségük van a kegyelemre. They are hungry for the love of God. Isten szeretetére. We have to reach out those people. Hagyjuk elérni őket. They may feel, they may experience through our life His the grace of God. Rajtunk keresztül megtapasztalják Isten jövelmet. We love you, Jesus. Szeretünk téged. Use our broken life. Használd a mi megtört életünket. We may live only for the glory of God. Mi csak a te dicsőséget akarunk élni. In the name of Jesus. Jézus nevében. Amen. Please take a seat now. Kérlek, hogy üljetek le még. We would like to listen to one testimony before we close our service. Még egy bizonságtételt meg akarunk hallgatni. I would like to ask Frank, please come and share what God did in your life. És mondd el, amit Isten tett az életed. What you experienced in your the trip of human travel. Praise God. My name is Franklin. I'm blessed to be part of this day. Frank, for you. So my testimony is, we went for a mission in Pakistan. Az a bizonyságom volt, ami misszió volt Pakisztánban. It was a two-week mission. Egy kéthetes misszió volt. And so I'm grateful that I was able to go to the mission and. Hálás vagyok, hogy el tudtam menni erre a misszióba. And do God's work. És te Isten munkáját tehettem. It's not the easiest. Nem a legkönnyebb. It's not the most comfortable. Nem a legkényelmesebb. Or it's not something that you can say you're excited or ez nem olyan, amire te igazából vágysz. It takes you out of your comfort zone. Mert ez kimozdít téged a comfort zónádból. But knowing that God is with you, that is what, that is where you get your strength from. De tudva az, hogy Isten velünk van. And so last month on the 15th we were to travel to Pakistan, but we arrived there on the 17th. Tehát mi ott voltunk két hétig Pakisztánban. In a city called Lahore. Lahore városában. And so sadly there were one of our teammates was sick, so we couldn't travel, we couldn't share the gospel that day. És az egyik valaki, aki ott volt a csapatban, beteg lett, és aznap nem tudtunk bizonságot tenni. But later on that day we decided the sickness is not going to hold us down, and so we decided to go to a different city called Sheikh Kubra. És utána mi eldöntöttük, hogy ez a betegség nem akadályozhatna bennünket abban, hogy bizonságot tegyünk, és ezért elmentünk egy másik városba. It was quite a different scenario, so we went by bus. Busszal mentünk, más voltak a körülmények. It is funny how we hear stories of certain countries like Pakistan. És akkor láttuk, hogy milyen ország Pakisztán. You hear stories in the news like this place is, the people are like, it's a terrible city, it's a terrible country. Egy szörnyű város, szörnyű falu, vagy város. But meeting the people there, the people were quite friendly. De amikor találkoztunk az emberekkel, akkor kaványlag kedvesek voltak. People even offered to pay our bus fare. Pardon? They paid our bus fare. Ők kifizették a mi úti díjakat. It was quite hot. We were offered sugarcane juice, which is. És nagyon meleg volt akkor. And so traveling to the Sheikh Kubra. És hogy mentünk Sheikh Kubrába. We couldn't share that day, but one of our teammates was not feeling well. De valaki nem volt közöttünk jól. She didn't eat the entire day, and so it was sad that that night we prayed to God and asked for masses upon our mission. És azon a napon estén átköztünk ő érette. And she seemed to be okay that night. És estére jobban lett. But then it struck us that in the morning we had to rush up to the hospital. De másnap el kellett vinni a kórházba. And so again we couldn't share that night, that day. És aznap se tudtunk bizonságot tenni. At the hospital she was treated and she was given drip water through that drip, I think. És ott valamilyen kezelést kapott. So the
The nurse said it's okay to leave her to rest. És azt mondták, hogy még pihennie kell. And then again, the police came. És aztán jött a rendőrség. They're not used to like tourists around the area. They're not used to the tourists traveling. Tehát nem szokták ott letartóztatni az ember. Turistákat. So it then became a commotion of about there were a lot of police officers. Nagyon sok rendőr megjelent. They wondered why we would want to travel around. És ott voltak köztünk. To them it was something new, so we were held at the hospital for quite some time. És ott szóval mentünk a kórházba. And so suddenly we couldn't share that day. We had to go back to the city where we were from. És vissza kellett menni abba a városba, ahol jöttünk. In Lahore, so I can imagine we went by bus and we were brought back by four police officers. The hotel where we slept, the owner also offered to drive us back. They were saying there was a security threat in the area. You can imagine that day when we arrived in Sheikh Kubra, we were walking around the streets and we were followed by a large crowd, kids, men, women, everyone. Then the next morning you're told there's a security threat in the area. És akkor mondták, hogy ez egy biztonsági terület. And then you're like, what were you thinking? És mi nem tudtuk, hogy mire gondoljuk. So we traveled back to Lahore, for the police escorts. Akkor visszamentünk a másik helyre. And I can say, maybe it was God's protection that nothing harmed us. És Isten próbáltnak, hogy nem történt semmi baj. After that we traveled to different city called Chitral. It's one of the most beautiful places I've seen. So mountainous, it has a lot of hills and valleys. And so in our trip we were able to share the gospel to around 8 people. Some we met along the way, some we met when we arrived in Chitral. And we give God all the glory because we were able to share the gospel. Although we didn't have anyone come back because Pakistan generally is an Islamic state. Pakistan általában iszlám vallású. And we also discovered in Chitral is close to the Afghanistan border. És az Afghanistan határnál mi vitatkoztunk. There are people who are not Muslims, but they believe in traditions. Voltak olyanok, akik nem muszlimok voltak. They worship the nature, they worship the beautiful things God has created. És ők inkább a természetet imádták, hogy ilyenek. And it's sad that they're worshiping the minor things, but he who made them is the one who you should be worshiping. És akkor mi mondtuk, hogy nem a természetet, hanem azt kellene imádni, akit ezt teremtette. And so before we came back, we were in a valley called Biril Valley. És ott voltunk egy völgybe, Biril völgynek hívja. We were received warmly by, it was not someone we knew, it was just that we found favor in him. Mm-hmm. I believe God gave us to him. He was like the boss of the area. He was in the army. He's still serving in the army. And so he hosted us in his house. He gave us lunch, breakfast, supper, dinner. And we thank God that we were hosted by a family. We shared, it was amazing that we shared the word to the family, his brothers, his sisters. It was a huge group. And I believe that
the seeds that were planted that day. May God keep them. És én úgy gondolom, hogy Isten valamit elmagot elvetett. And that they will come to know the truth of God. Hogy megismerhették az Isten igényét. And I have a short testimony about the trip. Tehát ez volt a rövid beszámolom az utról. As I said earlier, we were to travel on the 15th, but we got there on the 17th. És 14th volt valami. Something happened with our tickets. We booked tickets, but és valami volt a jeggyel, amit mi vettünk. Arriving there in the morning at the airport, they told us we can't use the ticket because we need a visa, a transit visa. És mondták, hogy nem repülhetünk, mert valami visa hiányzott. We were traveling from Budapest to Dubai and Dubai to Pakistan. Úgy mentünk, hogy Budapest, Dubai, Dubai to Pakistan. And so it became a little bit tricky because it's quite expensive to travel. Hát ez egy kicsit furcsa volt, meg elég drága is volt az út. And so I came to a situation because I couldn't get a refund for the ticket I had booked. És akkor nehéz helyzetbe jöttem, mert nem tudtam meg volna ilyen. I was stuck in a situation where I had to use the return ticket money that I had to buy the ticket to go. És mi kellett volna még több pénz? That was one of my lowest because it was between two scenarios. It's either I come back or I go Pakistan knowing that I don't have a return ticket. Tehát két lehetőség volt, hogy vagy visszajövök, vagy akkor maradok Pakisztánba. In that situation, I received different advices. Különböző tanácsokat adtak. People encouraged me to trust in the Lord. Voltak, akik azt mondták, bízzál az Úrban. Some told me to remain back. Mások azt mondták, hogy maradj itt. So you're in a situation where the people encouraging you to go, you know, yes, it's God called you, it's not your mission, and then you're told to go, and in reality, you know, you'll be stuck in Pakistan. És voltak, akik mondták, hogy bízzál az Úrban, és majd vélem összefogom. And so the safest option is just to go back. Pedig, hogy maradjak ott. But all in all, I prayed to God and asked for His direction. És én imádkoztam Istenhez, hogy adjon nekem bölcsességet. And so, since it's not my mission, but it's God's mission. Ugye ez nem az én missziótam, hanem az Istené. I went knowing very well, I don't have the money to return. És akkor végül jól jött ki a dolog. I bought the ticket to go with the money that I had for the return ticket. I can tell you from experience, it's not the best thing you can do. Everything plays in your head and you're like, what am I doing? But yes, you can see me here today. God is faithful. How the money was raised, I can tell you it's a testimony. We raised the money in 2 days. It's not the day that I went or the day people received the news, but it was the week that I was to come back, the money was raised. It happened in 2 days and I don't have any explanation, but God is faithful. And so I would like to encourage you this day. All the names that you call God, you say He's your provider. You say He's your life. You say He's your everything. Believe it in your heart. May God bless you. Let's sure stand up and pray for Franklin. For the seed that God planted through his life. Thank you, Heavenly Father, for the life of Franklin. Thank you that he has been tested in many places, in many areas in his life, through this trip.
megvizsgáltad sok területen. Thank you that he remained faithful, Heavenly Father. Köszönjük, hogy hűséges volt. And you will bless him and you will pay back him everything that he put effort in these things. És köszönjük, hogy azt a reménységet, amit tőlemettet, te visszaadtad neki. And we pray together in one mind, one accord for those people that heard the gospel of Jesus in Pakisztán. És hogy szívvel lélekkel arra kérünk, hogy azok, akik hallották a Isten igét, we believe that they will come to know you one day, Jesus. Hiszük azt, hogy egyre fajta ismerni. We pray that you speak to them even through vision, through dreams to them. Kérünk, hogy szólj hozzájuk akár álomban. That they will come to know you, and this work that has been started through these people, it will continue. És hogy az, ami elkezdődött, folytatódjon az eszébe. And we will hear great things, great testimonies from these planted seeds, Heavenly Father. És hogy te halljon majd egy nap nagy bizonságokat, hogy amiket elültetett. And we ask you to have mercy on the country of Pakistan, Jesus. És féljön most Pakisztán országát. May the blood of Jesus wash away their sin, Heavenly Father. That they will cry out to you to have mercy on them. We ask you, have mercy on the people of Pakistan. We know we are not better than those people, Heavenly Father. We are only by the grace of God we stand here this morning. Let your will be done in the country of Pakistan in the name of Jesus. Running out to me, and I've laid down with.
Lord, for your faithfulness, for your grace. Lord God, your grace, your unmerited favor. Lord God, we did not deserve the favor that you have given us. But Lord God, notwithstanding, you have been merciful to us. You have shown us favor. Lord God, we appreciate you this morning. Lord God, we thank you for the service. We thank you for the word of God. We thank you for speaking and ministering to each and every one of us right today. We pray, Lord God, even as we depart from here, your presence will not depart from us. We pray, Lord God, that whatever we do today, whatever we do from this week, we pray, Lord God, that you will be with us in the mighty name of Jesus. Lord God, I pray concerning every situation, every problem that we are facing, Lord God, that you will show us favor in the mighty name of Jesus. And Lord God, I commit the rest of this week with the blood of Jesus. I pray even as we go, Lord God, I pray for journey mercies, Lord God, everywhere that we go to, we will be the light and salt of the earth. Thank you for hearing our prayer. You said that if we pray according to your will, that you will hear us. We thank you, Lord God, because we know that even as we have prayed, you have heard us this morning. We bless your name. We thank you, Heavenly Father, for in Jesus' mighty and wonderful name we have prayed. Amen. Have a blessed week, church.